Na hát, szevasztok. Hú, de régen találkoztunk. Hát, idézőjelben találkoztunk. Na, ja, igen. Na de, majd mondom itt a fejleményeket, de először tisztázzuk le, hogy mi is ez az egész. Hát ugye van itt nekünk egy pár gép, pontosabban három gép, és egy globális, mindent átívelő, hatalmas nagy Kft-t fogunk létrehozni, már hát persze, ameddig a map engedi. Hát ezt most tervezem végig csinálni, nem úgy, mint a Vissza a TS-be, vagy egyéb régebbi sorozatokat, de hát ott ugye technikai problémák adódtak, most már van gép, van mikrofon, van egyébek, stb., amik alkalmasak az ilyen dolgok felvételére. Na, kezdjünk bele. Hát ugye munkagép az nem sok, és pénzünk sincs sok, ugye ez a 30 ezer azért az nem egy olyan hú, de nagy valami. De van egy vetőgépünk, egy tárcsánk, egy ekénk és egy műtrágya szórónk. Nem nagy valami, illetve van egy zetorunk, egy kristályunk, egy kristályzetor, van egy 50-es MTZ-nk, és egy 821-es pont 1-es MTZ-nk. Hát majd meglátjuk, hogy mi mire lesz elég. Ugye elvileg a vetőgép, hát nem tudom most pontosan, hoppá. Ja, meg egy pótkocsink, persze, azt alap, hát illetve a egyéb dolgok itt a telepen belül, hát ugye az alap, amit ad a map kezdésként. Be fogjuk majd bérni szépen a földeket, szerintem. Bérelünk majd először ilyen ilyen masinát. Ugye? És hát lássunk neki, azt mondja, hogy először is van nekünk egy 21-es, egy 45-ös, 47-ös és az 55-ös föld. Hát nem túl nagyok, de ez van, örüljünk, hogy ennyi van. Akkor szerintem a 21-est nem is tudom, hogy hogy áll. Művelve van. Mindegyik művelve van. Aha, mindegyik művelve van, tehát viszont szántás kéne nekik. Aha. Szántás kéne nekik. Valószínűleg most nem fogunk szántani, majd a következő szezonba. Én most arra lennék kíváncsi, hogy mit tudunk itt egyből elvetni esetleg. Hát innen már elég jó időket mondott, ott lesz egy kis lehűlés holnap, de utána egész jó idők lesznek. Szóval, búzát, álljunk rá a búzára, vagy a repcére. Én a repcét, hát jó, tudom, jobb lett volna ősszel elvetni, de most ez van. Nézzük csak meg, hogy akkor a vetőgépünk az, hogy is áll pontosan, ugye 75 ló kell neki. Aha. 75 ló. Hát én nem vagyok benne annyira biztos, hogy a 82-es az el fogja bírni. Mármint, hogy nem fog két kerékre állni tőle. De megnézzük. Egy pillanat. Ezt felhúzzuk 125-re. Jó. Na hát akkor indítsunk, és nyomunk neki egy ilyen szép irányváltást, és megnézzük, hogy elbírja-e. Hát nem tudom, hogy ez most persze, hogy valóságban elbírne, az már más kérdés, de megnézzük. Kicsit jobban rá kéne állni, mert ott le fogjuk vinni azt a konténert, vagy a fenét.
Jó. Na, mennyire ágaskodik? Hát figyelj, valószínűleg elbírja. Nem kötök bele semmibe. Aztán mennyivel fogja húzni, az más kérdés. Kéne nekünk vegyünk valami vetőmagfélét. Aha. Illetve megnézzük először, hogy az Oxon 1-es az hogy is van pontosan. Ez az. Aha. Ez lesz. Ah, milyen szép föltextúra van bent. Ah, tetszik. Jó. Nagyon. Nagyon jó. Aha. Hát akkor kezdjünk szerintem ezzel. Nem? És akkor közben sztorizgatunk egy kicsit. Jó. Azt mondja, van itt nekünk olyanunk, hogy vetési téma, nem mintha hát ugye MTZ-ben lenne ilyesmi, de le tudjuk kapcsolni a vagyis hát ugye van ott nekünk, mondja ki, kimegyek a fényre és akkor meglátjátok. Kimegyek a fényre, mintha nem is tudom mi lenne. Átállok a fényre. Na tehát ugye, nézzétek csak, van ott nekünk ilyen művelő nyomhagyó tárcsánk, ez szép megfogalmazás, vagy teljesen szakszerű, és beállítjuk hát manuálra csúszik a gép egy kicsit, na mindegy, beállítjuk manuálra, ez úgy működik, hogy művelő nyomot lehet kihagyni, manuálra beállítjuk ebbe a semmi egyemel módba. És akkor azt mondja 3,5 méter. Milyen széles nekünk a műtrágyaszórunk? Nézzük csak meg. Garázs, igen. Azt mondja, hogy 18 méter, tehát akkor 18 méter. Aha. Tehát akkor ugye 18 métert fog szórni egy nyomba, tehát jobbról kell. Hogy is vagyunk? Tudjátok mit? Hagyjuk szerintem. Úgyis még akkor fogjuk majd leszórni, amikor meg kis növekedés járkod lesz, és akkor nem fogjuk letaposni. Szerintem ez is sokkal egyszerűbb. Elmegyünk a boltba, veszünk vetőmagot. Hát most nem raktam be ilyen kis zsákos modot, bocsi, pedig az most nagyon ide illene ezekhez a gépekhez. Hát akkor veszünk nagyot. Húha, ez lehet, hogy sok lesz. Ebben a vetőgépben nem tudom, mekkora tartánya ennyel, mert mi magyarok vagyunk, és szakszerűen beszélünk. Naja. Na, szóval. Egy nagy KFT lesz itt, ez az egész, amit láttok végig. Minden, egy hatalmas nagy KFT lesz. Majd idővel persze szépen újítjuk a gépparkot, még a telephelyet is fogjuk növelni, stb. Hát hosszú lesz. De hát, na hát, így rátérve a lényegre, szerintem amire a legtöbb visszatérő nézők kíváncsi visszatér sorozat nem lesz. Hát nyilván az 15-ben volt, azt már nem lehet visszacsinálni, ugye azok a modók, azok a például a TS-fényt láttam már van 19-ben is, igen tudom, kövezzetek meg itt egyből, vessetek be a cápáknak, de nem ennyire egyszerű ez a dolog. Meg hát most már ugye 16-9-es képarány, nem 4-3-as szépen, viszont hát ugye magával a képminőséggel nem tudok sok mindent csinálni, mert hát a YouTube az fogja és butít. Tehát ugye egy Full HD 1080p-s monitorról hiába veszem én fel 30 megabitra bitrátát, ő akkor is csak 16-ba fogja feltölteni, mert ő YouTube, tehát
neki meg van engedve, hogy butítsam. Ami egyébként nagy baj, mert soha nem azt a képet, azt a szép, hát most farming, de azt a szép képet látjátok, amit egyébként kellene. Ugye még egy modot kicsit így eltérve a lényegről, itt láthatok, ez az autodrive, ezt én előszeretettel szoktam használni, főleg az olyan tartalmak felvételéhez, mint például a kisfilmek vagy a sorozat. Na, gyere! Én azt előszeretettel használom, mivel nagyban megkönnyíti a munkát. Ugye a curseplay nekem nem jött be, mert ugye én sok mindent használtam, sok fajta modot, és volt, hogy nem volt kompatibilis, vagy kiégett az egész. Na, hát akkor ezt most itt... feltölteném. Én. De miért nem tudom? Ha. Ez nagy baj. Ez nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Miért nem tudom feltölteni? Azért. Jaj, mert nem mindegy, hogy merről töltöd, vagy nem mindegy, lényegtelen. Hát ugye 1000 kiló ment bele, az úgy pont elég is lesz nekünk, akkor szépen visszacammagunk, és elkezdünk vetegetni. Na, hát elég szar itt a boltba a téma. Na, hát ugye pénzben nem állunk túl jól, 30 000. Hát majd idővel orvosoljuk a problémát természetesen, tehát nem milliókra kell gondolni, de majd szép lesz. Melyik földünk van most itt a legközelebb? Azt nézem, hogy lehet, hogy akkor azzal kéne kezdeni. 55-ös, aha, az is művelt, akkor csináljuk azt, hogy teszünk repcét az 55-ösbe és a 45-ösbe, és a másik kettőbe pedig zabot fogunk tenni, mert az se hoz végül is olyan túl rosszul, szerintem, hát gondolom én, és akkor nézzük meg, hogy mit tud a gép. Talajtextúra az nagyon tetszik egyébként. Aha, lehet, hogy kapcsolom neki első hajtást. Ne akadjunk el, nem akarok vontató drótot venni, vagy kötelet, vagy a fenét. Aha. Repce, úgy. Ha, nyomja, ez nem működik természetesen. Nagyon jó. Hát ilyen szarokat csinálnak, érted? Nem 15. Ez nem fogja elbírni. Ez nem fogja elbírni. Ez kész, ez itt maradt. Aha. Jó. Hát akkor... nagyon jó. És akkor most beragadtunk? És akkor most beragadtunk, és nem vetettünk semennyit. Nagyon jó, akkor veszünk... muszáj vegyünk egyet. Egy láncot. Igen. És most a Zetorral fogunk... a Zetorral fogunk elmenni. Na. Jó, akkor kimegyünk hátulra.
A Zetorral fogunk elmenni a láncér. Aminek annyira nem örülök, mert... Hát... Nem egy gyors jószág. Mindegy. Ez van, azt a kis 25-öt talán kipréselünk még magából. És így ennyi. Hát... Nagyon jó. Ezt szerintem begyorsítjuk ezt a részt, jó? Mit szóltok hozzá? Majd találkozunk. Meg is érkeztünk ide. Egyébként ki gondolta volna, hogy nem bírja az MTZ-t. Tényleg, remélem van rajta erőrakasztási pont. Reméljünk a legjobbakat. Hú, szép testvérem, azt ott ne gyűjt be nagyon magad alá. Nem beszélt túl jóba. Így. Jaj, hogy is van ez? Interaktorunk vele? Nem. Mivel csatoljuk ezt fel? Elfelejtettem, az baj. A gépből is betudjuk, nem? A tökéletes. Rá is cuppantunk. És akkor most minden erőfeszítés bedobva. Jól meghúzzuk. Lehet, hogy a kormányt ezt esélyes lenne átállítani. Így, illetve beindítjuk a motort. Majd kis mozogta magát egyébként. Ha mindegy, ez ilyen. És akkor most meghúzzuk. Mondom, meghúzzuk. Nézd, na. Adjunk csak neki egy kis gázt. Ne, ki megy magától. Hallod. Hoppá. Az orsülletépés volt. De jó, megvan. Oké. Jó, nagyon jó. Ha, megvagyunk. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy átakasztunk. Ó, ne menj rá! Jó. Állj ide. Átakasztjuk a vetőgépet. Letettünk egy pár métert, de jó.
Ja, láncokat vigyük el. Azt akkor bevisszük a telepre. Hoppá. Láncot bevisszük a telepre, és szerintem jók is vagyunk. Krisztálát csak elbírja, hát ne szórakozzunk már. Jó, hát most hiába van 75 óra, meg mit tudom én, de nehéz. Tehát nem könnyű az a lánc. Ó, meg bolondítja az MTV-t. Hát ez az MTV nagyon ki van jegyre. Tudjátok, hogy szerintem adjuk el, és akkor nem lesz ilyen problémánk. Nagyon jó. Á, az MTZ helyrát. Nézzük meg, hogy a Krisztál elbírja. Nagyon remélem, hogy elbírja. Átvetettük a szomszéd földjébe? Azért. Ugye nem csinálunk ilyet. Csak szántásnál, ugye? Mint jó magyar gazdák. Ó, még ez is emeli. Ó, na. Manyi, hát indulj már. Ez borzasztó. Kezdem megutálni ezt a vetőgépet, de mit venni se tudunk másikat, mert lehet, hogy eladjuk, nem tudom. Úgy, és akkor nyomja. Hát, egy kis kerékcsúszással, de elbírja. Aha. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Na, tökéletes. Hát akkor vetünk ezzel. Azt becsukjuk, azért olyan jó idő még nincs. Becsukjuk. Úgy. Mert olyan túl jó idő még nincsen hozzá, hogy kinyissuk az ajtót. Ja, igen, egyébként bocs, hogyha kicsit szétszólt vagyok, vagy össze-vissza beszélek, de még új nekem ez a dolog. Ez most olyan, mintha most csinálnám először, akkor sem voltam a legösszeszedettebb, tehát ugye igazából az volt itt a probléma, hogy nem volt időm ebbe bele szokni, hogy itt ülök és értelmes dolgokról magyarázzak, nem mintha olyan sok hú, de értelmes dologról amúgy magyaráztam volna. Ha, eddig, ja, de ez most meg fog változni, legjobb reményeim szerint. A legjobb remények szerint. Na, beszélni se tudok. Aha. Na, tehát igen, például ilyenek, hogy egyből kiszáradok. Régen azért azt a 45 percet végig tudtam pofázni. Az Eurotrack most így eszembe jutott, ugye abból is indult egy sorozat vállalkozunk címen. Hát vállalkozunk ott is, mondom, tehát mi leszünk Mészáros 32. De jó, hát nem annyira nyilván, mert az lehetetlen megoldás. Na de térjünk el ettől a témától szerintem. Ugye ott is indul a sorozat, most az a helyzet, hogy felvettem egy pár részt előre, nagyjából pontosan inkább 5-öt. Azok most be vannak ütemezve, azok szépen kimennek, és akkor utána majd ott is elkezdődik ez a beszélgetős, esetleg egy live-ot, hogyha szeretnétek, majd, nem tudom, rakok ide egy szavazást jobb oldalra, vagy egy kis kártyát, vagy írjátok le kommentbe, bár nem tudom, hogy ki az, aki még nézi, aki ezt a borzadalmat végig tudta nézni. Én nem nézném magam egyébként. Mondjuk az elég egoista dolog lenne, de akkor se nézném magam. Na, most mi van? Ez a vetőgép. Szenved vele minden gép. Látom, annyira nem tetszik nekik. Hó, persze, még boruljunk fel. Ha, szép lenne. Azon már nem segít a lánc se. Hát itt lesz egy kis rávetés, de hát ilyen a mezőgazdaság, nem? Mindennel számolni kell. Egy bölcs ember szavaival élve, ilyen a mezőgazdaság. Na. Szerintem ezt most itt bevetegetjük, úgy nagyjából, ahogy tudjuk. Vagy ha meddig megy a gép, ugye? Nem rohad le alattunk. Most azt nézem, hogy most lehet, hogy hagyunk
minden sorba egy művelőnyomat egyébként. Ezt ki kéne kapcsolni. Ha mindegy, majd kiderül. Basszus, nem is néztem. Mert ugye nem látszik, csak nem fogott kinőni semmi. Vagy hát valamelyiknél látszik, valamelyiknél nem. Ez most vetőgép, meg modfüggő persze. Ez nagy baj. Ez nagy baj. Ez a vetőgép. Ezt minél hamarabb be kell adni. Minél hamarabb meg kell tőle szabadulni, mert nekem nem tetszik. Valahogy nem vagyok. Hát milyen gépet tegyek mellé? Hát 160 lovas krisztás bírja. Mi ez? Nem 6 méteres védelmes, tehát ez vagy pós, vagy bármi. Tehát értitek, mi itt a fentakadás gondja. Egyébként közben itt magyarázom ezt a vetésültető segélyet, vetésültető, ismét egy szakszó, amit elejtettünk a videóban. Ezt a vetésültető segélyet, most már ezt fogom használni, nem érdekel. Ugye, tudjátok állítani, alapból ugye láttátok az előbb, most nem fogom kapcsolgatni, mert akkor megint fog nekünk művelőnyomot hagyni, ezt semmi termés nem lesz. Mint láttátok, eleve 3,5 méteren volt, ugye ez a vetőgép alapszélessége. Amúgy én itt közben az izé monitorom mutatom nektek, csak úgy jelzem, csak hogyha nem látnátok, mégis látnátok. Jó, megtapossuk ezt a forgót, de mindegy. Tehát ugye eleve 3,5 méterre volt beállítva, az azt jelenti, hogy a 3,5 méterbe ő fog, hát ugye, mint mondtam, ott a... itt és itt egy művelőnyomot hagyni. Ezt igazából akkor is ott fogja nektek hagyni, hogyha nem pont ilyen vetőgépetek van, mondjuk, ami nincs ilyen vetésültető segéd művelőnyom kihagyó. Most már nagyon benne vagyok itt a szakszavakban, akkor nyomjuk. Viszont térjünk csak oda vissza. Igen. Ha én ezt itt megnövelem, akkor most a 28 méter, az ugye látjátok, hogy a 28 méter, ahhoz, hogy ez kijöjjön, ahhoz nekünk 8-at kell menni. Itt van a tracknél, ahhoz ugye nekünk 8-at kell menni, most a 3-asban vagyunk, tehát a 4-esnél valószínűleg, vagy az 5-esnél ő fog kihagyni egy művelőnyomot automatikusan. És akkor majd azt onnan fogjátok látni, hogy majd itt ilyen piros két csík lesz. Illetve le tudjátok zárni a felét, amit én most szépen megtettem, szóval... Na mindegy. Érdekes vetőgép, nem biztos, hogy ennél működni fog egyébként bármi is. Ez is ilyen 13-ból átkonvertált szúgyok valami lehet, amit kiváló modderek készítettek. Most ezt nem azért mondom, mert én az vagyok, mert nem. Csak... ha csinálok valamit, akkor már csak normálisan nem. Például, hogy legyen rajta... legyen rajta nyomjelző. Nem? Az úgy mondjuk nem ártana egy vetőgépnél. Meg ha úgy működik, akkor még jobb. És akkor most megnézzük. A negyedik track, tehát akkor még mindig nem hagy ki nekünk nyomot. Lehet, hogy ezt be kell hozzá kapcsolni. Most összezavartam magam. Nem vagyok benne biztos. Hát passz. Na de lényegtelen. Na, mindegy. Kellett volna csinálni egy index képet. Amúgy. Amikor húzzuk az MTZ-t. Na, lényegtelen, majd kap fel a index képet a videón. Szépen megszerkesztjük, meg stb. Közben itt nézem az időt, hogy hogy állunk. Hát jó.
itt nagyon sok lesz az állat, és ezt előre a bizserge oszlop, ne menjünk neki. Ez ugye nem bizserge fa, ez csak bizserge oszlop, mivel betonból van. Legjobb reményeink szerint. Betonból van, és nem borul ránk az egész, és ebben a vaskot lábban, amikor kapunk áramütést. Mindegy, hagyjuk ezeket a, ezeket az érdekes gondolatokat. Inkább vessünk, azért kapar egyet, amikor úgy meg kell indulni, de amikor megindul, akkor megy a technika. Ajaj. Aha, látjátok, most például pont hagy ki művelőnyomot. Aha, ott. Ja, igen, na tehát ugye ezt be kell akkor kapcsolni hozzá. Ezt, amit én most itt ki is fogok kapcsolni. Illetve ezt átrakom egy másik trackre, hogy még csak véletlenül se hagyjunk művelőnyomot, mert hát tényleg nem lesz semmi termés. Most azt nem tudom, hogy ennek a bekapcsolása, ez azt jelzi, hogy tényleg hagyja ki, tehát hogy ne is tegyen vetés, földvetés textúrát. Belegabajodok most már saját magamba. Úgy, mint például az előbb láthattátok, vagy pedig azt jelenti, hogy ilyenkor nem is csinál. Nem tudom. Ezek mind olyan kérdések, amikre jó lenne tudni a választ, mert elég régóta használom a modot, de még mindig nem tudom. Mindegy, most ezt valószínű nem fogjuk már egy sorból elvinni. Gondolom én, vigyük el egyből, és akkor itt húzzuk meg a forgót. Á, nem, ezt esélytelen, most vissza kell még jönni, lesz egy kis elvetés. De hát, mint mondtam, ilyen a mezőgazdaság, pénzzel jár. Jön is, és megy is. Jó. Ja, igen. Még mielőtt elkezdtem itt magyarázni, szóval Eurotrack, ott. Hát azt majd ott fogom elmondani igazából, nem is húznám ezzel most itt az időt, meg a szót, így is szerintem teljesen értelmetlen dolgoktól beszélek, de hát ez majd kiderül. Azt azért úgy tegyük hozzá, hogy a visszatérésbe bálaszedéses rész, amikor az index szépen van egy manitú, meg a pótkocs, és pakoljuk a bálákat, akkor ott azon elég sok megtekintést tett. Jó, igen, tudom, 5 év alatt jött össze, a 6500, közel 6500. Most ott az úton fogok megfordulni, remélem ez nem befolyásol senkit, és nem fognak megbüntetni. Hát, mintha ez lehetséges lenne. Tehát ugye 5 év alatt jött rajta össze az a 6500, szóval amit nagyon-nagyon szépen köszönök, mert az, hát azért nem olyan kis szám. Nem olyan kis szám, de hát 5 év kellett hozzá. Szóval ki tudja, mi lesz még itt 5 év múlva. Lehet, hogy lesz ezen is, vagy nem, mert nagyon-nagyon indexkép orientált egyébként, hogy ki mire hogy kattint. De hát ez már rám tartozik, ez az én dolgom, ezt megoldom. Úgyhogy teljesen lényegtelen. Nagyon jó. Itt most meg fogjuk húzni a forgót. Ja. Behúzzuk a forgót. És utána szerintem letesszük ezt a részt. Nincs hozzáférésem, hagyjál a békén. Na, letesszük ezt a részt, vagy mit, befejezzük ezt a részt, és akkor még egy dolog lenne itt a lényeges, hogyha eljutott valaki idáig a videómon, akkor írjátok már, hogy most mi legyen. Rátok viszont teljesen a sorozat folytatását. Jó, hát nem teljesen nyilván, azért ilyen hatalmat nem adok
az emberek kezébe. Járókarnán a fasza, mindegy. Tehát, hogy én ezt most bevessem videón kívül, vagy ne vessem be videón kívül, egyszerűen fogalmam sincs, hogy mit kezdjek a helyzettel. Most ezt itt meg fogom taposni hátrafele, mert mintha látnék valamit. Hogy mi legyen, fejezzem be videón kívül a többi földet, vagy csak a epcét fejezzem be, vagy hogy mi legyen. Majd szépen eldöntitek, ha valaki eljut idáig, nem mondtam még meg a pofázásomat. Jó, menjünk meg, behúzzuk ott a forgót. Behúzzuk a túloldali forgót, illetve hát még ezt itt befejezzük, azt a másfél nyomot. Ja igen, még annyi ezzel a hogy is fogalmaztam az előbb, vetés kisegítő eszközzel kapcsolatban, ami nyilván krisztálban van, mert hát miért ne lenne, hogy ugye minden, tehát akárhányszor lerakjátok a vetőgépet, ő annyiszor át fog ugrani még egy trackre, szóval nagyon figyeljetek oda, az mindegy, hogy be van-e kapcsolva, vagy nincs bekapcsolva, ő át fog ugrani, mert ő megteheti. Teljesen lényegtelen. Ezt még behúzzuk. Most például, ugye átugrott az ötösre, megint átugrom a hatosra, hogy még csak véletlenül se hagyjunk művelőnyomot magunk után, mert nem lenne túl szerencsés. Na, közben itt ketyeg az MTZ. Nem baj. Ja, egyébként közben még ma felvételre fog kerülni, vagyis hát készül annak a minisorozatnak az új része. Rájöttem, hogy szeretek videót vágni, szóval igazából azért csinálom azt az egészet. Nagyon örülök egyébként a sok-sok megtekintésnek, hát természetesen mindenki, aki videózik. De hát teljesen az algoritmusra vagyunk hagyatkozva, hogy én meg szoktam osztani Facebook csoportokba. De hát ez ilyen. Na, akkor én is köszönjük tőletek. Nem tudom, hogy hány perces lett a rész, szerintem egy olyan fél órában benne vagyunk. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!